Milyen a szőlő? Nagyon hina. Bálint István, horgosi borász 2,5 hold területű szőlőjében épp a Cabernet Sauvignon-t és a kék frankost születelik. De vannak olyan szőlőfajták, amelyek nem érték túl az elemi csapásokat. Mondhatom, hogy az olasz rizlingemnek egy harmadát megették a darazsak, a többi az meg elkezdett ugye pusztulni, rohad a fűrt, nem tud fűszáradni. Hál' Istennek itt a Merlóba találtunk egy pár fürtöt itt a laposba, ami szintén úgy nem bírt megszáradni bent a tőke belsejébe. Az kezd pusztulni, rohadni, de különösebben, hál' Istennek, még elég jó tartsa magát a szőlő. Az idei termés jól volt, csak egy kicsit ez az utolsó két hét ez az eső kicsit betett, mert elkezdett rohadni a szőlő, és elég sok fürtöt rajta kell hagynunk a tőkén, mert viszont ha azt beleteszik a borba, nem lesz minőségi bor. És az most kicsit visszavette az embereket, mert ugye egész évben dolgoztunk vele, és a némelyik termésből felét ott kell hagyni. Reméljük jövőre jobb évnek nézünk. A bor az minőséges lesz, amit úgy csináljuk, hogy nem teszünk bele a rohadt szőlőt is kész. És ez van, ezt le kell nyelnünk. Az elmúlt három évben stagnáló 60 dináros kilogrammonkénti eladási ár most 70 dinárra emelkedett, viszont nem érkezik vevő. Elég jó haladnánk, de nincsen rákereslet, nagyon gyér a kereslet az idén, és nem tudjuk eladni. Annyi bort még én nem is szeretnék csinálni, meg nem is akarok. Bálint István megjegyezte, az aszály ellenére rendkívül jó lett a termés, de a később érő fehér szőlő az elmúlt hetek csapadékos időjárása miatt el fog rohadni.